Csóra Sándor írásaiban, előadásaiban érződik a magyarság féltése. Az újvidéki magyar szóban azt nyilatkozta, Trianonban magunkra maradtunk, és nem volt lehetőségünk tiltakozni a békediktátum ellen. Szabadkai beszédében így folytatta ezt a gondolatot. Jugoszlávia most hull darabokra, mozaikokra. Mit mond a délvidéki magyarok vezetősége? Mi lesz velünk, velük? Miben reménykedhetnek, bíznak-e a megmaradásban? Bevallom, én a 70-es években nagyon rossznak éreztem a magyarság lelki állapotát, Erdélyben is, délvidéken is, felvidéken, Kárpátalján meg még inkább. Nem, rosszul mondom, a délvidéken hamis jeleket láttam. Elég gyakran lejártam a 60-as évek közepén délvidékre, azért, mert Újvidék, Belgrád Európára nyíló ablak volt akkor. Úgy éreztem, úgy érezhettem, hogy ami Magyarországon a 60-as években még tilos volt és távoli, azt ezekben a városokban szinte kézzel tapinthattam a modern irodalmat, modern filozófiát, a modern képzőművészetet, és itt Magyarországon legfeljebb a szociográfiák izgalma, legfeljebb néhány olyan költő, mint Nagy László, Juhász, Pilinszky jelentett izgalmat, de nem volt természetes tudata ennek a modern irodalomnak és művészetnek. Még nagyon sokan voltak, akik lefitymálták. Igen ám, de lent délvidéken, főként Újvidéken azt tapasztaltam, hogy nem érdekli őket például, hogy mi lesz a magyarsággal. Akadt néhány olyan ember, mint Fehér Ferenc vagy Dudás Károly, akik foglalkoztak a magyarság kérdéseivel, de szinte szemérmesen, vagy pedig visszaszorított helyzetben. És mostanra derült ki, hogy az az értelmiség, amelyik inkább a szerbekre, a horvátokra figyelve és Európára figyelve modern lett, posztmodern, ilyen, olyan, amolyan, az tökéletesen magára hagyta ott élő magyar kisebbséget. Hogy mennyire magára hagyta, annak a fonákja és a kára most derül ki. Az is igaz, hogy a magyarság Erdélyben is, felvidéken is, délvidéken is kezd magára eszmélni. Az a különös mondat, amelyet Sütő András mondott valamelyik írásában, hogy a fű lehajlik a szélben, hogy megmaradjon. Ugye az egész térségben, mint egy titkos jelszó, azt jelentette, hogy igenis azért hajlunk meg, mert túl akarjuk élni. Nekem is sokáig tetszett ez a mondat, de nagyon határozottan egyszer egy írásban, a legjobb barátságban maradva Andrással azt mondtam, hogy ez kevés. Hát, ha egyszer úgy marad, hát, ha egyszer annyira meghajlik, hogy nem tud fölegyenesedni többé. Most nagyon határozottan azt érzem, hogy fölegyenesedett. Ennél rossz körülmények ellenére is ennél jobbat nem tudok elképzelni. Ugye most zajlottak a tüntetések a két prefektus kinevezése ellen, 20 ezres tömeg erdélyi városokban, nem akármi. Nem okoz-e nehézséget, zavart az, hogy a különböző anyaországi pártok mind a maguk elveit az ország vezetőiről való véleményeket mondják el Szlovákiában, Erében, legutóbb Szlovéniában. Nem osztják meg ezzel az egységes magyarságot? Ez elég komoly baj, és nem is tartom egészen stílusosnak. Kikerülhetetlen, mint ahogyan a rossz stílus is néha kikerülhetetlen, az lenne a természetes, ha itthon még tusakodnak is egymással a pártok, de azt, hogy az országhatáron kívül is még az, a megosztottságot még azzal is tetőzzék, ez olyan, mintha azt az illúziót keltenék, hogy egyedül csak ők tudják megoldani. Nincs egyetlen egy párt sem abban a helyzetben, hogy az egész egységes magyarság helyzetét megoldja.
először oldjuk meg a magyarországi helyzetet, azzal tudunk igazából segíteni a kisebbségnek is, hiszen hogyha itt lenne egy életképes Magyarország, amelyik jól működik, amelyik, hogy is mondjam, a parlamenti életében, a kulturális, szellemi életében sokkal frissebb, üdébb, mozgékonyabb, rugalmasabb, akkor azzal tudnánk igazából segíteni a kisebbségeknek. Azzal, hogy a magunk pártjára akarjuk állítani őket, azzal csak ártunk nekik. Magyarok Világszövetsége. Értékelni a szervezet helyzetét, befolyását a világban. Hát a legfőbb dolog, ami még nem látszik teljesen, csak sejteni lehet, a Magyarok Világszövetsége csikarta ki a sorstól, a történelemtől, politikától, például a Duna Televíziót. A Duna Televízió még inkább eszmény, mint valóság. Természetesen közli a műsorokat 6 órában, de sok konzerv műsort közölt, közvetített eleve műsort nem olyan sokat. Természetesen ugye egy komoly műholdas televízió más országokban 2 vagy 3 esztendő alatt épül föl, akkor, amikor archívuma van, amikor a hírláncolatot kiépítette, és így tovább. Mi nem lehetünk ilyen elegánsak, nem lehetünk ilyen előkelőek. Nekünk egyszerre kellett megteremteni a televíziót azért, hogy egyáltalán reményt is, formát is, új ígéretet is teremtsünk ebben a térségben. Tudnélik, az, hogy a Székelyföldön ma magyarul nézhetik a gyerekek a televíziót, az hihetetlenül sokat jelent a gyerekeknek. Ugye ők, akik járnak a saját faluiba, városba, és az üzletek tábláják, cégtábláján románul látják a föliratot. Nem látják azt, hogy kenyérüzlet, vagy csak nagyon ritka helyeken. Azt gondolom, hogy sok helyen megjelent a Duna Televízió, ez azt jelenti, hogy az emberek, akik eddig szinte vakok voltak, és úgy csak hallani tudtak, azoknak most kinyílik a szemük, és azt látják, hogy ők ahhoz a nemzethez tartoznak, amelynek a fővárosát átszeli a Duna, ahol ott van a Mátyás templom, ahol ki van írva az üzletekre, hogy cukrászda, hogy kenyérbolt, hogy vegyeskereskedés, hogy illatszerbolt, és látják azokat az embereket, akiktől esetleg könyvet olvastak, vagy előadást hallottak, vagy egy tudományos felfedezést tudnak a nevükhöz kapcsolni. Tehát nagyon gazdagodott az életük. Voltak olyan megható pillanataim, az egyik legjelentősebb erdélyi író azt mondta, mostantól kezdve nem engedem be Iliescut a házamba, csak akkor, ha ti a Duna Televízión ide beeresztitek hozzám, másképpen nem. Tehát ennyire jelentős, nagyon sokat jártam azóta Erdélyben, és hát a fekete-fehér képernyőkön is állandóan a Duna Televízió jelenik meg, főként bent a Székelyföldön.